1973. szeptember 29-én született, tehát már egy vénséges, vén 40 éves emberről van itt szó. Nem utolsó sorban a Csikiben végzett. 5 éves korától sízik, ha jól tudom. 22 éve foglalkozik a magas hegyi mászással. Most már 25. Hát 88-tól kezdve. Értem. Néhány mondatot azért elmondasz arról, milyen, mi volt a hangulat, hogy egy közvetlenül a lövöldözéses, utcai, tüntetéses forradalom után bejönni az iskolában? Mi volt akkor azokban a napokban itt? Hogy volt ez? Pár szóban azért érdekes van erről hallani. Hát erről nagyon sokat tudnék mesélni, sokkal többet, mint a hegymászásról, és lehet, hogy talán érdekesebb lenne számotokra bizonyos mértékben. Tehát igazából nem tudjátok elképzelni ezt a periódust, mert valamennyien fiatalabbak vagytok, ugye a forradalom után, rendszerváltás után születtetek, úgyhogy nem tudjátok elképzelni, felfogni, és nem is kell igazából, hogy az milyen volt az a periódus. A lényeg az, hogy igazából nem mondhattad el a véleményedet, és nem csinálhattál azt, amit akarsz. Egy olyan világban éltünk, ami teljes mértékben kontrollálva volt mindenféle szempontból. Egyedüli dolog, maga a gondolat az nem volt olvasható, de esetleg, hogyha mondjuk rosszal gondoltál, akkor esetleg azt is kiverték belőled, és megtudták, hogy mik a hátsó szándékaid, vagy milyen gondolataid vannak. Ez volt az a világ, amiben éltünk. És nem is gondoltuk azt, hogy ez megváltozhat, mert annyira mélyek voltak ezek a gyökerek, és annyi olyan sokáig tartott, és az emberek annyira fásultak voltak, és benne voltak ebben a katasztrofális rendszerben, hogy egyszerűen nem volt arra a kilátás se, hogy mégis megváltozzon. Amikor megváltozott, akkor nem hittük el egyrészt, másrészt pedig úgy éltük meg, mint fiatalok, hogy szinte robbanásszerűen egyszerűen a nyakunkba szakadt, az ölünkbe hullott a szabadság. Lehetett bármiről beszélni, lehetett szidni a volt diktátort, lehetett szidni a szekuritátét például. Hogyha volt pénzünk, akkor vásárolhattunk akármit a mindenféle kicsi, gyorsan összedobott kioszkokba. Egyszerűen megjelent a Coca-Cola és a hot dog. Egyszerűen megjelent a csokoládé. Egy csomó minden, ami azelőtt csak a filmekben lehetett, mondjuk filmekből ismertük. Először is álmodozzatok, és engedjétek el az álmaitokat. Merjetek álmodozni. Nem erről szól tulajdonképpen a társadalom. A társadalom az nem csúcsokat akar nevelni, hanem egy olyan tömeget, akik nagyjából homogén módon gondolkodnak, eljárnak szavazni, vagy bármi ilyesmi. Hogyha ti nem akartok ebbe beletartozni, akkor álmodozzatok és valósítsátok meg az álmaitokat, és merjetek lépni. Találjátok ki saját magatoknak azt, hogy mit akartok csinálni. Természetesen az iskolában megkapjátok az információt az életben, az internetről, bárhonnan. De nektek van szükségetek mindenkinek, hogyha itt a teremben nem tudom hányan vagytok most, 50-en vagy nem tudom. 120-130-en körülbelül. Atya úristen, ilyen rosszul számol. Szóval akkor itt tulajdonképpen 120 egyéniség van. Nem 1-2-3, hanem 120. Tehát mindenki egy külön egyéniség. Mindenkinek megvan a maga útja. Merjétek bevállalni. Ez, amit én bemutattam, ez csak az én utam, de nektek mindenkinek megvan a különböző, tehát a maga útja. Induljatok el rajta, és legyetek sikeresek. Hát a végszó csak is az, hogy sok sikert a következő mászásokhoz, akárhol, akár csak a néhány ezer méteren, akár a sok-sok ezer méteren, és várunk vissza. Köszönöm.